szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy részt vesznek ezen a mai Bor és Pálinka versenyen. Köszönni a Bémondi zenekarnak is, hogy részt vesz, és hogy emeli egy kicsit az est hangulatát. Remélem, hogy még többet fogtok játszani, nem csak ezt az egyet. És külön szeretném köszönteni a Bíráló Bizottságnak a tagjait. És sorban megyek akkor, jól szeretném bemutatni igazából Szent Károly, a Szekszárdi Borász, a Szekszárdi Borász, a István, Ács Tibor, ő a Bor Bíráló Bizottságnak, Kapusz a Zoltán kollégát, ő a Pálinka Bíráló Bizottságnak, Müller Györgyöt, és a fiát Müller Zoltán. Megtalálták el a mai hozományokat. Pálinkából 20 minta érkezett, Bordból pedig 34. Tavaly, ha jól emlékszem, akkor még fordítva volt a helyzet, több pálinka volt, mint bort. Valószínűleg az időjárásnak is köszönhető a tavalyi Igen, a fagy is közrejátszott, ugye a kajszit elvitte. Nagyon szélsőséges volt az időjárás a tavalyi évben, valószínűleg ezért se érkezett annyi pálinka, mint borminta. És hát szeretnénk átadni egy emléknapot a részvételével. Szépen köszönjük, hogy eljöttek, és hogy bírálták a helyi borokat és pálinkákat. Hát remélem, hogy jó díjak születtek, de erről majd a Hástibor, ugye a Bor Bíráló Bizottságnak az elnöke, illetve Kapusz a Zoltán, a Pálinka Bíráló Bizottságnak az elnöke, majd elmondja a tapasztalatait mindjárt. Köszönöm szépen, a sorba mennék. Igazából borral szerettem volna készülni, csak elfogyott a lesz. Most igazából egy mézet kap, ez a himesázó kinyertes méz, ez a H. Istvánéknak a repce méze, úgyhogy fogadtok szeretem. Ugye a Mester Jani főzött ránk, meg már évek óta főznek, úgyhogy Jani, neked is szeretném megköszönni, hogy előre. És hát akkor át is adnám a szót a Bíráló Bizottsági elnök. Hogy a borral kellene kezdeni, és utána a pálinkával. Jó szórakozást kívánok még az estén, és átadnám a szót akkor Ástinónak, a Bor Bíráló Bizottságnak. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és megtiszteltetés, hogy évek oda ide járhatunk, és azt gondolom, hogy az a fejlődés, amit itt a kedves kollégák, bortermelők, borkészítők elértek, az jól követhető itt ezen a borversenyen. És ugye azt gondolom, hogy volt itt 34 borminta, és itt aki érmet ért el, az vegye tudomásul, hogy jól iható bora van. Az, aki ebből egy kicsit kimaradt, azt hiszem, hogy 4 fő, ottan érdemes elgondolkodni azon, hogy mit kell még javítani.
ami az idei borversenyén, vagy az előző éveken is jól követhető, az, hogy egy nagyon jól kezelt, tiszta ízű, szép, színű, jó illatú borokat kóstolhatunk, ez dicséri a gazdákat. Ugye én azt nem tudom lemérni, hogy melyik szőlő, melyik borvidéken termett, itt-e vagy máshol, de ez alapvetően lényegtelen, azt gondolom. Ugye elmondhatom a összesítést is. Ugye kiemeltünk egy nagy aranyérmes bort, volt 5 aranyérmes bor, 9 ezüstérmes bor, 15 bor kapott bronzérmet, és 4 találott érmet. Megköszönöm a kollégáimnak, akik segítettek itt a borbírálatban, Tende úrnak, szektárról újonnan öt kollégáim, a Hauk István barátom már régóta járunk ide, és hát közlöm a végeredményt. Rendben, egy kicsit ilyen névsor szerint szeretném kiosztani a érmeket, a lokleveleket. Ennek van itt a helye? Akkor kérdezem. Akkor szólítanám a versenyzőket. Marx János egy vegyes vörös borával, egy bronzérmet. Remélem, hogy van ezt valami kétszer. Denis Lászlóra egy vegyes fehér borával, bronzérmet és még egy vegyes fehér. Szintén egy bronzérmet. Don Ferenc aranyérmet ért el egy vegyesfehér borával, és szeretném kiemelni azt, hogy a legnagyobb meglepetés már volt nál szélmunkra, hogy a vegyesfehér borokból volt egy olyan intervall, amikor nagyon szép borokat. És ez is ahogy szép. Egy kirúgó bor, Hamburger Miklós úr, ugye egy létrás bort hozott ide. Ezüstérmet ért el a megborába. Mester János, szintén egy kurét vagy egyesfejlet hozott ide. Gyanús ez a dolog, mert egy aranyérmet kaptam. Mert múlt rajz elmúlt. Egy Pánáti Rimzik borával bronzérmet ért el.
Rozmer András, egy vegyesfehér borával egy ezüstérmet, és egy küvéjével egy bronzérmet ért. Helyen János, Zweigelt borával egy hozott egy rajnai ház kövét, amit a bíráló bizottság egy nagy aranyéremmel díjazott. Nem beszélve arról, hogy hozott egy ebből egy házlevőt, ami szintén egy aranyérmet ért el, egy bánári rizinggel pedig egy ezüstérmet, egy vegyesfehér borával is egy ezüstérmet. Húha! Égfrankos borával egy bronzérmet. Most már elfogadsz. Gratulálom neki különösen, mert az szép sorozat volt. Port Robert, vegyesfehér borával bronzérmet. Kis Róbert, egy rajnai Riesling borával egy ezüstérmet érte, és egy Pinot Blanc borával szintén egy ezüstérmet. Rib György, rajnai ház küvével, a legjobb hímesi bort. De van, de mégis a lényege. Rajk Spáli. Hogy kell mondani? Itt van. Rajkőlvány. Igen, indulunk. Ebben a kategóriában a vegyesfehérekben egy nagyon szép aranyérmet tudott produkálni magának. Egy sardoni borával pedig egy ezüstérmet. Paul Krisztián, egy vegyesfehér borával egy bronzérmet. Zweigelt küvével egy bronzérmet érdemes. Bónár Miklós. Azt átveszem, hogy nincs. Ne lépett! Bocsánat, biztos, hogy jól adom. Jó, kiosztottam mindent gyakorlatilag, és még egyszer szeretnék gratulálni, amit a, ugye a borászok itt produkáltak. Számomra még egyszer nagy meglepetés volt, hogy ugye ezt úgy ledegraláljuk ezt a vegyesfehér, de egy nagyon jól iható szép bor van, akkor annak emeljük meg a kalapunkat, és volt itt egy pár, ami azt tényleg ezt megérdemelte. Az biztos, hogy hogy ezen a tájékon a vörösborokkal nem éppen ez a hazájuk,
és azt gondolom, hogy a 18-as boroknak a nagy része az még egy kicsit nyers volt, tehát ebben nem is lehetett sok mindenre számítani. Van egy pár olyan bőrsbor, ami még van benne egy potenciális mérhető, amit majd el lehet érni. Meg van egy pár, amit azt kell mondanom, hogy hát már sajnos nem is lesz jobb, de ha a gyümölcsössége megvan, egy kedves vörösbor, akkor az jó iható, és azt most kell meginni. Volt egy pár fehér bor is, ami azt mondanom, hogy nagyon szép bor, volt hajdanán, de jobb lett volna, ha már megitták volna, tehát nem biztos, hogy ide kell hozni. Én mindenkinek gratulálok, én néhány év volt, hogy ide járunk, azt gondolom, hogy nagyon szép fejlődés van ezen a területen, és ezt tartsák meg, és továbbra is így működjenek. Én köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt virálhatunk, és mindenkinek továbbra is sok sikert kívánok. Tartsák meg ezt a színvonalat, mert itt kifogásolható volt, nem igen volt. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntök mindenkit, és ott folytatnám, ahol a Tibor abba hagyta, hogy a pálinka bírálók nevében is szeretnék gratulálni mindenkinek. Azt tudom elmondani, hogy pálinka hibás vagy beteg pálinkát nem találtunk a mintát között. A Zolika fogja a szakmai bírálatot összefoglalóan elmondani, majd utána átadnám az okleveleket. Megpróbálnám én is úgy raktuk össze az okleveleket, hogy egy ember, aki több elismerést kapott, azt egyszer adjuk át, hogy ne kelljen többször gyakorlatilag kijönni. 20 minta volt gyakorlatilag az összes pálinka között. Megpróbáltuk már több éve gyakoroljuk ezt a dolgot, úgy elbírálni, hogy teljes tudásunk szerint. Mint minden bírálat, gyakorlatilag egy szubjektív bírálat. Hogyha 3, 5 vagy 6 minta van egy pálinkával, az ember mindig az előzőhöz vagy ahhoz viszonyít. Tehát az ember így próbálja elbírálni a díjazottakat is. Bízom benne, hogy ez találkozik egyfajta szakmai dologban is. A Gyuri és a Zolika sokkal több pálinkát kóstol, mint én, és próbáltuk teljes egyetértésben ezt eldönteni. Úgyhogy megkérem a Zolit, hogy szakmailag egy pár gondolatot mondjon, mielőtt az operet mondanám. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Tényleg csak egy pár szóval a szakmai oldaláról. Ugye a 20 leadott mintából, mind a 20 minősítést kapott, 10 arany, 8 ezüst és 2 bronz érem került megállapításra, ami azt is jelenti, hogy a leadott pálinka minták végül is jónak mondhatók. Ami azt is jelenti, hogy az elmúlt évekhez képest fejlődött a pálinka főzés terén, jelenlévők, illetve akik leadták a pálinkájukat. Nagyon szakmázni nem szeretnék, viszont két dologra kell odafigyelni nagyon a pálinka készítés során. Az egyik a cefrézés, ugye ez az első fázis, hogy egy kiváló jó cefrét készítsünk, és a másik fázis pedig maga a főzés. A főzésnél is a finomításnál kell odafigyelni, főleg az elő és az utó párlatnak a leválasztására. Ha ezt a két dolgot betartjuk, én úgy gondolom, hogy akkor arany és ezüst minősítésű pálinkák születhetnek. Ami nagyon jó például az a mai verseny is. Csak gratulálni tudok a ma elhozott 20 pálinkával. És reméljük, hogy jövőre még több pálinka fog születni, illetve hát jó lesz a termés, ugye még a legfontosabb, hogy jó alapanyag legyen. Köszönöm szépen!
talán eddig nem fagytak el a gyümölcsök, a kajszi se, úgyhogy akkor bizakodhatunk abba, hogy talán lesz jó kajszi is. Na most akkor elkezdeném a díjaknak a kiosztását. Bronz helyezést ért el Póner Miklós egy vegyes pálinkával, amit át fogsz venni, már hallottam a szőlő pálinkával Rit György termelő ezüstérmet ért el, úgyhogy gratulálunk. Kinesi János kajszi barac pálinkájával ezüstérmet nyert el. Sárga Szilva, azaz Mirabolán pálinkájával aranyérmet ért el. Virs pálinkájával aranyérmet ért el, és Megy pálinkájával szintén aranyérmet ért el. Gratulálok hozzá, tényleg. Úgy ítélte meg a zsűri, hogy jó. Kivegyelte mindenki? Nem akartam, hogy Gyuri bácsi is látszott. Fischer Misa Kisi alma pálinkájával ezüstérmet kapott, az nincs itt a Misi. Megy pálinkájával viszont aranyérmet kapott. Jaj, gratulálok! Gőbő Zsolt alma pálinkájával ezüstérmet. Mester Jani, aki Megy pálinkájával ezüstérmet kapott, Irsai pálinkájával ezüstérmet kapott, Szilva pálinkájával ezüstérmet kapott, Virs pálinkájával ezüstérmet kapott. Fülöp Zsolti téli körte pálinkájával bronz érmet kapott. Igen, tudom, de igen, de ezt lehetett is érezni rajta. Ezt tudta hozni. Ez nem a főzés problémája, ez maga a fajta hozta. Marx János Törkölyi ágyas pálinkájával aranyérmet kapott. De most azt annyit tudnak a Janinak mondani, hogy most már ki kéne venni a hordóból, mert már meg kéne már inni ezt a pálinkát. Talán tavaly is ebből itt is, nem? Nem. Borul benne. Varga Tomás szőlő pálinkájával aranyérmet kapott. Márkert Gyuri a Virs pálinkájával szintén aranyérmet kapott. Most neked egy dolog van, most itt lehetne mondani, hogy valami árulás történt, ha itt súgtak. Pataki Péter, aki többféle pálinkát adott le, Irsai pálinkát, Szilva pálinkát és Körte pálinkát, úgy ítélte meg a zsűrés, tényleg hosszasan próbáltuk lehúzni, de nem tudtuk. Aranyérmet kapott mind a három pálinkájára, és a Körte pálinkájával viszont a Himes legjobb pálinkája címét érte el. Tényleg ezt megpróbálja igényesen előállítani, a több éve azért figyeljük, hogy ezt így követi el, és ezért külön gratulálok. És ebben semmi külön kis csúsztatás nincsen. Bunda, már mondják, gondoltuk, hogy összefoglalóan még egyszer szeretnék mindenkinek gratulálni, és az első hátralévő részére pedig jó szórakozást kívánok.
Köszönöm! 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 Köszönöm!
Köszönöm.